A 90 férőhelyes ebédlő egy részére már felkerültek az új csempék, de a konyha részleg még teljesen szét van bombázva. A nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola konyhája ugyanis teljesen megújul. A munkaterületet július 3-án a tanév és a táborok végeztével adták át a szakembereknek. Az iskola épülete 40 éves, és még nem esett át ilyen nagyszabású felújításon, így időszerű volt a villany és vízvezetékek cseréje, korszerűsítése. Bevezetik a gázt, és egy olyan konyhát is kialakítanak, ahol a speciális táplálkozást igénylő gyerekek ételét tudják elkészíteni. Egyre többen küzdenek valamilyen ételintoleranciával vagy allergiával. A nyírbátori iskolába is jár 15-20 ilyen gyerek, akik miatt muszáj kialakítani az elkülönített konyharészt. Az iskolában 440 tanulónk van, az óvodában 130 kisgyermeket nevelünk, és a két intézményben összesen 94 dolgozó. Tehát a mindennapi ellátást nekik kell biztosítanunk. Az iskola felújítása több részből áll. Nem csak a konyhában dolgoznak jelenleg is a szakemberek, az udvaron március óta zajlanak a munkák. Mintegy 4000 négyzetméternyi felület kap új burkolatot, kialakítanak egy multifunkcionális pályát, köré egy rekordtánt, és távolugró gödör is lesz az udvaron. Mindemellett játszótér és kondi park segíti a hatékony és változatos testnevelés órákat. Egy multifunkcionális pálya, ami foci és kézilabda pályaként használjuk majd elsősorban. De az iskolában ez a fő profil, a kézilabda, illetve a futball, és a futópályát pedig természetesen testnevelés órán a különböző mérésekhez, ugye minden korosztály használhatja majd. A kondiparkot is egy-egy órán, illetve a tömegsport vagy bármilyen sportfoglalkozás keretében. És a gyerekek is ugye nagyon várják az új játszóteret, az új eszközöket, és a játszótér mellett egy filagória, egy elég szép, nagy méretű kültéri tanterem is épül, hogy jó idő esetén, ősszel, illetve tavasszal egy-egy tanítási óra megtartására is alkalmas lesz. Az iskola bejáratánál korábban kerítés volt, most ezt is elbontották, így nyitottabbá vált az intézmény. A megmaradt kerítést pedig felújítják. Az átalakított intézményt szeptember 1-én még biztosan nem tudják teljes egészében birtokba venni a gyerekek, de a tervek szerint az ebédlő és a tálaló rész elkészül az iskola kezdésre. A teljes korszerűsítés pályázati forrásból tud megvalósulni. A nyírbátori református egyházközség 1,3 milliárd forintot nyert el, ebből vásárolták meg az iskolát az önkormányzattól, és a fennmaradó mintegy 500 millió forintot a felújításra fordították.